Leállította adását a holland RTL Bulvár csatorna, miután újabb életveszélyes fenyegetést kaptak. A hatóságok megnövelték a szerkesztőség védelmét, de a vezetők így is jobbnak látták, ha a munkatársak inkább otthon maradnak. A többnyire bulvárhírekkel foglalkozó csatorna egyik újságíróját, Peter Devrit, múlt kedden lőtték le az épület bejáratában, az életért még mindig küzdenek az orvosok. Közben a televíziónál és Amsterdam belvárosában is virasztásokat tartanak, az utcákat ellepték a virágok és gyertyák. Egy ismeretlen négyezer szál fehér rózsát helyezett el a főtéren, és azt írta fölé, ez a sajtószabadság elleni támadás volt. De Vri tanácsadóként segítette a rendőrség munkáját a marokkói holland mafia elleni nyomozásban. A szervezet több tonnányi kábítószert hozott Európába, és 2015 óta tucatnyi gyilkosságért lehet felelős az újságíró eszneszelhette meg ami majdnem az életébe került